Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft Dungeons videóban. A mai videóban elkezdjük a rúnák összegyűjtését. Ugye 9 rúnát kell összegyűjtenünk, és igazából rosszul fogalmaztam, mert nem hogy elkezdjük, de be is fejezzük, tehát a mai videó erről fog szólni. Nem tudom, hogy belefér-e majd még ebbe a részbe az, hogy jó, meg lehet állni. Hogy megnézzük a titkos pályát, és majd meglátjuk. Minden esetre az első rúna ugye a Creeper erdőben található, és csak itt már az elején mondom, hogy most nem fogom azt csinálni, mint az előző játékmódban, hogy az összeset kipipálom, tehát nem megyek végig az összes pályán teljesen, csak addig, amíg meg nem szerezzük a rúnát. Úgyhogy a Creeper erdőbe jövünk először, és hát utána néztem, hogy hol lehet megtalálni őket, mert nem akartam ezt a kelleténél hosszabbra nyújtani. Úgyhogy az első rúna itt a Creeper erdőben található, a szint, illetve magának a pályának a végén, ahol az a feladatunk, hogy egy nagy csapatnyi falusit szabadítsunk ki. Itt találni fogunk egy kő kriptát, ami a földbe van beleépítve, és ez az egész a nagy nyílt terület bal oldalán lesz. Ugyanannak a területnek a bal oldalán, ahol a csapdába ejtett falusiak is vannak. Jó, és akkor megnézzük, és ugye ne felejtsétek srácok, hogy már kalandmódban játszunk, tehát nehezített fokon, viszont új erekéket is tudunk kapni, például ezt a Torment Creeper-t. Oké. Hát akkor vissza a Creeper erdőbe, ahol minden elkezdődött, és ez nem igaz, mert igazából a Squid Coast-on kezdődött el az egész kalandunk, de igazából ez az első igazi pálya. Úgyhogy most visszajövünk ide. Igen. Jó, ezt már láttuk. Jó, és akkor elindulunk. Hú, de furcsa most újra itt lenni. Oké, hát elég erősek lettek. Nagyon furcsa itt lenni, srácok. Nem megyünk rá a szikritekre, igazából már nincs is szikrit, mert feloldottunk mindent. Tényleg csak végigrásolunk, amíg meg nem szerezzük, amit akarunk. Az igen! Azért a spawn rate is felment elég durván. Gyerünk, írtsuk ki őket. Nagyon sokan fogják kapni. Kaptam egy kardot. Szerintem még én fegyvert nem is kaptam, ilyen alapkardot. Oké. Követjük a vezérirányt. Szigorúan a rúnákra megyünk rá, srácok. Nem tudom, hogy itt legyen-e vágás, majd meglátjuk, hogy milyen gyorsan érünk oda. Azért azt sem akarom, hogy túl rövid legyen a videó. Na, kapják. Próbáljuk ki ezt a hármas képességet. De király! Ugye ez a villám képesség, amit az előző részben kaptunk. Mint erekét. Oké, még itt a szkeletonok is erősebbek. Jó, találjuk meg a karavánt, hát ugye ott lesz majd a sok falusi. Kaptam egy varázsármot, és most tök jó, hogy mindenből csak jobbakat kapok, mint ami nekem van. Mert ugye új nehézségen játszunk, és ugye nyilván csak jobbakat kapunk, ez tök jó. Már hozzá voltam szokva ahhoz, hogy mindig rosszabb dolgokat szerzek. Ez a környezet még mindig nagyon királyul néz ki szerintem. Nekem még mindig ugyanúgy tetszik, mint amikor először jártam itt. Nagyon rásolunk végig, srácok, nagyon durva. Nem tudom, hogy milyen messzire kell menni. Rengeteg szkeleton van. Múltkor is ennyi volt itt. Még a balta, ami common nehézség, vagy ritkaságú, még az is jobb, mint a mostani fegyverem. Úgyhogy ezeket meg fogjuk mindenféleképpen nézni. Na, szerintem közeledünk, ez a Creeper szikla még mindig de jól néz ki, és nyilván ironikusan van is ott egy Creeper, gondolom így vezették be a játékba a Creepereket. Oké. Haladunk, srácok. Na, szerintem itt lesz. Itt van egy ilyen nagy nyílt terület. Ajaj, Creeper, nekem! Szerintem nem robbant fel. Gyorsaság effekt. Igen. Akkor nem itt volt. Öt szikrit is van. Az igen.
Uha! Uha! Ajaj! Jó, nem maradunk le itt, srácok. Itt ment át ezen a hídon a előzetesben a karakter. Ajaj! Oké, srácok. Igazából lehet, hogy benne hagyom a videóban ezt az egész részt, hogy lássátok, hogy mennyivel nehezebb így a játék. Ugye az aurámban tüzet kapnak, hogy felgyulladnak, annak van ilyen sistergő hangja. Itt TNT az jól jön, mert olyan nagy hordákkal találkoztam. Kapják. Na, szerintem ez lesz az, nem? Ez az a nagy nyílt terület. Itt van ez a ház, amit igazából nem tudok még most se, hogy mire jó. Itt vannak ezek a kis cuccok. Nem tudom, mire jó ez a ház. Gondolom csak a supply-ok miatt. Na, lassan szerintem most már oda kéne érnünk, bár nem emlékszek már a pályára. Ja, még itt van ez a nagyon király barlang ezekkel a iszonyatosan jól kinéző blokkokkal. De komolyan. Azaz, menjetek vele minél többen úgy, hogy... De komolyan, ezek a blokkok még most is annyira tetszenek. Ne, most mondjátok azt, hogy nem jól, néznek ki jól. Tehát szerintem, ami világít és így néz ki, az csak jól nézhet ki. Ezt jól megmondtam. Oké. Gyerünk. Azaz, még egy Sweetness Potion-t, vagy mi az, már csak kinyögöm, íjat is kaptam. Aha, na és itt van. Jó, a falusikat lehet, hogy hagyjuk is, bár azért nem kéne. És akkor elvileg bal oldalon lesz a kripta. Itt már Vindicatorok is üdvözlik a játékost. Na, gyere barátom. Úgy. Meg is hajol, azaz. Jó. Aha, az enchant... Már voltak enchanterek. Lehet, hogy most a nehézségi szint miatt vannak. A lényeg az, hogy itt elvileg a fire-ész bal oldalán kell lenniük valahol. Vagy hogy kell lenni ennek a kriptának valahol. Még eddig nem láttam. Ez a világító növény még mindig annyira jól néz ki. Nézzük, srácok. Ajja, itt van egy enchantolt indikátor. Ha. Oké, nagyon kapják. Igen. Találd meg a kiáratot. Aha, akkor ezt meg is oldottuk. És akkor hol van a kripta? Mert akkor ezek szerint ez az a terület. Ez az? Mert itt látok egy ilyen kis cuccot. Ez még különlegesnek néz ki ez a terület, de nem tudok semmit megnyomni. Ez itt? Aha! Nézzétek! Ó, kinyílt ez itt. Aha, megvan. Ez az. Nem kéne leesni, de milyen jól néz ki lent ez a lila köd. Igen. Aha. Megvan a rúna. Lehet, hogy el kéne jönni, mielőtt beomlik itt minden. Itt emelkednek ilyen oszlopok. Mire jó? De szerintem itt mindent megcsináltam. Jó, akkor megvan a rúna. Na most kérdés, hogyha kilépek a pályáról, akkor megmarad-e? Mert hogyha igen, akkor meg tudjuk csinálni ezt az összes pályával. Úgyhogy most megnézzük. Megnézzük, srácok, hogy mi van akkor, ha én nem csinálom végig a pályát, hanem csak a rúnákért jövök be, mert igazából abban nincs semmi érdekes, se számotokra, se számomra, hogy újra végigmenjünk ugyanazon a pályán.
úgyhogy gyorsan megnézzük. Elvileg itt most már a hidat tudjuk használni, csak kérdés, hogy hol van a híd. Nem erre? Ja, nem erre a Nether portál volt, ugye? Igen. Akkor... Sendesen Nether portál hangokat is hallok. Pedig még nincs is aktiválva, de erről is el lehet jönni ide. Na nézzük meg, hogy... így megkaptuk-e. Olyan temetési zene van itt szerintem. Várját, hogy esküvői. Nem tudom, van különbség egyébként. Na nézzük. Aha, itt van. Oké. Okay. Akkor ennyi is elég. Jó. Nagyon király, ennek örülök. Mondjuk, amikor a titkos területeket oldottuk fel és visszamentem értük, akkor is kiléphettem a pálya közepén és ugyanúgy megtartotta, tehát ebből következtettem, hogy akkor ez is működni fog. Jó. Akkor... hát igen, itt van egy sokkal egyszerűbb átjáró, csak itt végig kell jönni ezen a kis edzőterületen. Jó. Akkor megvan a, hát, első rúna, igazából a második, mert egyet már kaptunk. A következő a mocsár pályán található. Ugye ez a szogi mocsár, igen. Jó. És akkor nézzük meg. Ugye itt a rúna szintén a pálya végén található, a kiárattól jobbra. És ezt a földön fogjuk megtalálni, és ugye azt a küldetést kell elérnünk, hogy menekülj ki a mocsárból. Tehát ezt a küldetést kell aktiválnunk. Na most ugye én kaptam itt egyébként egész jó cuccokat, amiket nem néztem meg. Ez 99-175. Hát ez nem jobb. Hát igazából egyik se jobb, amit kaptam. Viszont a páncél az igen. Úgyhogy azt lecseréljük. Aha, ez mondjuk nem rossz. Jó, egyenlőre nem enchantoljuk, csak a páncélt lecseréltem, hogy valami változatosság is legyen benne. Akkor viszont meg kell ölnöm az üstöt megint. Az nem lesz jó, az elég OP volt elsőre is. Na jó, van srácok, itt viszont már lesz egy vágás, látjátok, hogy nagyjából hogy néz ki ez a dolog. Hogy amint elérek arra a pontra, találkozunk. Megvan! Úristen, Fangs of Frost, unique item. Srácok, ne tudjátok meg hányszor szenvedtem végig ezt a pályát. Na, és akkor a lényeg az, hogy jobbra, a kiárattól jobbra lesz itt egy gomb. Oh, megvan. Ha, és ez itt kinyílt. És megvan a következő. Jaj, de örülök. Elmondani nem tudom, hogy mennyire örülök. Nagyon régóta szenvedek ezzel a pályával. Igen. Itt van ez a következő rúna. Jó, nem tudom, hogy ezek a felemelkedő oszlopok mire jók. Meg kell lőni őket. Szerintem nem, mert nem tudok lefelé lőni. Na jó, megvan ez is. Szerencsére. Fú, ez már durva volt. Remélem, hogy a többit nem rakják a boss fight mellé. Mondjuk nem is mindegyik pályán volt boss fight, szerencsére. Jó. Hát ezt most ugye teljesítettük ezt a pályát. Köszönöm, kedves narrátor kisasszony. És akkor megvan elvileg ez is. De azért megnézzük, mert szeretnék gyönyörködni benne. És így ládát is kapok viszont, ami jó. Hát, ez volt, az már kevésbé jó. Na, akkor itt átmenjünk, most már tudjuk, hogy erre van a templom. Ja, igen. Igen, és akkor gyorsan megnézzük, csak azért, hogy gyönyörködhessek benne egy kicsit. Utána pedig megnézzük, hogy milyen cuccokat kaptam, mert játék közben cserélgettem pár dolgot, de még közben kaptam újakat is, amiket viszont már nem cseréltem át, úgyhogy... hát igen. Ha. Ez itt miért nincs itt? Ez mi? De hát én sorrendbe haladok. A következő majd a kaktusz kanyonban lesz. Hát ez érdekes. Minden esetre szereztem egy ilyet.
Ennek elég jó a speedje, viszont emiatt nagyon keveset sebez, de kipróbálhatjuk. Hát ez annyira nem. Na ez mondjuk nem biztos, hogy rossz. Ezt lebonthatjuk. Ezt még nem. És akkor kipróbálhatjuk ezt, mert hogy elvileg ez ilyen nagyon gyorsan sebez. Cak, 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 cak. Igen, már csak ez egy gomba képesség kéne, ami ugye felgyorsítja a támadási sebességet, és ez elég OP lenne. Hát... ez több damage-et okoz. Rakjunk rá egy ilyet. Kipróbáljuk ezt. Illetve... az Erekje árusnál próbálkozok tovább, hát ha most ad nekem gombát. Mert az jól jönne ehhez a fegyverhez nagyon, mert azzal úgy darálnám a mobokat, mint olyat még nem láttál. Mindenesetre a kaktusz kanyonnal folytatom. Előtte gyorsan megnézzük akkor itt az Erekje kereskedőt, bár tőle csak egy dolgot tudok most venni. Hát természetesen nem azt kaptam, hanem a gyorsaság cipőit. Ami fura, megnézzük, hogy mit tud. Hát ez nem jobb, ez csak pár másodpercig tart. Hát ez szomorú. Minden esetre... a kaktusz kanyonnal folytatjuk. És akkor várjál csak, hogyha most már van három... akkor az egyik pályán nem lesz, mert már csak 6 hiányzik, de még... 7 pálya van hátra, tehát az egyiken nem lesz rúna, ami egy elég fura dolog így. Na mindegy. Ajaj. Ez már nehezebb lesz, mert ez a legkisebb nehézség, a többit már lelokkolta. Below minimum difficulty, ha. És itt viszont már erősebb erősség kell, mint ami nekem van, ezt jól megmondtam, ugye? Na, azt írja egyébként, mert most olvasom, hogy a Kaktusz kanyon rúna azon a területen kívül található, ahol a kék gólem kulcsot megtaláljuk. Ha is egy pálmafa mellett lesz. Egy baloldali pálmafa mellett, tehát akkor el kell mennünk eléggé a pályára. Na jó, nézzük. Mindenesetre azt írja, hogy ez most nehezebb lesz. Ez a szint, mint az én erősségi szintem. Úgyhogy ez elég szomorú. Viszont itt nincs boss fight, az a szerencse, viszont vannak ezek. Jól van, ezt hallottuk már egyszer. Oké, na jó, esetleg hát akkor megint megyek előre és ott találkozunk. Azt nézzétek már, milyen ez a fegyver. Most én is kapom a damage-et, ha túl sokan vannak, akkor nagyon kapom. Aha. Jó, ki kellett próbálnom, hogy milyen. Jó fegyver, a gomba képességgel lenne a legópébb. Tehát ezt elmondani nem tudom, hogy ez milyen OP lenne. De ez se rossz. Ez se rossz, srácok. Na mindegy, ott találkozunk. Úristen, srácok, úgy darálok, hogy megőrök. Nézzétek már, mennyi effekt van ott oldal. Na, és akkor... ja. Ezt elfelejtettem. Hát abból nem sokan fognak kapni. Na jó, daráljunk egy kicsit. Oké. Na és akkor elvileg itt kell lennie a közelben. Mert azt mondta, hogy a... kék kulcsot tartalmazó terem külsején. Még pedig egy pálmafát mondott, de hát én
Egyik pálmafánál sem látok semmi érdekeset. Pedig ezt mondta. Aha. Itt van. Mi nyílt ki? És hol? Na, ez így nem jó, hogy kinyitottam és nem tudom, hogy hol. Ja, itt. Ha. Igen. Nagyon királyban néz ki ez a hely egyébként. Aha. Oké, köszöntem. Még innen kijövök, és akkor elvileg, hogyha kilépek, akkor megmarad a rúna. Legalábbis nagyon remélem. Nézzük csak meg. Tehát vissza a táborba. Igen. Addig közben el tudom mondani, hogy a következő rúna a Pumpkin Pastures pályán lesz, mégpedig ott, ahol... Aha, igen. Ott, ahol én korábban néztem, hogy lesz valami. Ott tényleg lett valami. És az tök jó, mert ez pont a pálya közepén van. Már úgy voltam vele, hogy ma nem veszem fel tovább ezt a videót, mert elég késő van, de azt meg tudjuk csinálni még, mert az oda elég hamar eljutok. Na, jöjjünk be gyorsan a templomba, csak megnézni, hogy... tényleg innen tudok küldetést indítani? Aha. Tök jó, akkor nem kell mindig visszamenni a központi térképhez. Gyorsan megnézzük itt a kis rúnánkat. Gyönyörködjünk benne, ha már egyszer megszereztük. Aha, úgy látszik, hogy így össze-vissza van, vagy lehet, hogy én szerzem meg össze-vissza őket. Jó, és akkor a Pumpkin Pastures pálya következik. Ide viszont sokkal erősebben érkezünk, mint a Cactus Canyonba. Jó. Na, akkor irány a Pumpkin Pastures pálya. Én most nem is változtattam semmit a setupomon, mert ez így, ez a darálógép, ez elég jól működik. És van egy olyan enchantja, hogy ha megölök egy mobot, akkor 10% eséllyel rövid időre megnöveli 50%-kal a támadási sebességet. Ami elég király. De rég jártunk itt, és hát annyira rég nem. Számomra nem volt olyan rég, és az a durva, hogy ugye itt nagyon sok időt eltöltöttem, órákat, nagyon sok órát, mert kerestem a titkos területet. Úgyhogy még a zenét is rossz hallanom, mert olyan sokat hallgattam már, amíg itt járkáltam. Na mindegy, elmegyek arra a helyre, ahol elvileg lesz a titkos átjáró, és akkor ott találkozunk, srácok. Na hát igazából nagyon kevés időt telt el, és már itt is vagyok. Úgyhogy gyorsan itt megkerüljük őket. Aha. Igen, és itt mit kell csinálni? Aha, itt ezt megnyomni. Na igen, ugye ezt a ládát, vagy ajtót már akkor is néztem. Hát ez gyors volt, ez konkrétan nagyjából 3 perc telt el, sőt még annyi se. 2 perc telt el, mióta megjelentem itt a pályán, és már is megtaláltuk. Ez jó, ez így tetszik. Jó, akkor ez is megvan. Irány vissza. És akkor mehetek vissza a táborba igazából. Vissza a táborba. Közben el tudom mondani, hogy a következő a Redstone bányában lesz. Aha. Jó. Tehát elvileg ott pedig az a lényeg, hogy... a második olyan helyszínen lesz a rúna, ahol falusiakat kell kiszabadítanunk. Tehát, hogy ahol másodjára kapjuk azt a feladatot, hogy falusiakat szabadítsunk ki, ott lesz a rúna. Ez jó, hogy itt nem random van lerakva, hanem minden játékosnak ugyanott van, mert az még egy plusz kínszenvedés lenne. Gyorsan nézzük meg a rúnát. Csak hogy megvan-e. És mivel... hát mondjuk a Redstone bányám annyira nem volt boss fight, volt egy a végén egy Redstone Monstrosity, de... de azon kívül semmi extra. Aha, szépen gyűlnek. Jó, akkor a Redstone bánya jön. Ú, ez viszont már 2-vel több, mint a... hú, Corrupted... jaj, nem van. Jó, semmi.
Ezek így hangot adnak, én nem is tudtam. Nem mindegy, ne ezzel szórakozunk, hanem azzal, hogy kettővel gyengébbek vagyunk ennél a pályánál, ami annyira nem hangzik jól. Mindenesetre irány tovább a következő helyszínre. Na most egy kicsit gyorsabb volt a töltés. Jó, és... Úrja van, néz ki még mindig a redstone. Na jó, ott találkozunk, srácok. Úristen, na még ilyet se láttam. Aha, az baj, hogy nincs mindegyik... Na most már van. Hogy kéne ezt? Ezek nagyon jönnek. Hát úgy kéne, hogy berakjuk ide ezt. Hát valahogy így. Csak ezeket nehéz megsebezni, mert nagyon nagy területi sebzésük van. Talán így, aha, lerásztuk őket. Oké, okay. Jó. Jó, még itt is van egy. Én nem akarok most veled megküzdeni. Úgyhogy. Ezek nagyon durvák. Na jó, csak meg akartam mutatni, hogy ilyen is van. Egyébként tök jól néznek ki vizuálisan, csak elég durvák. Szóval ott találkozunk, srácok. Ja, itt van egy spawner! Úristen, ilyen nem találkoztunk már eddig a játékban? Nekem nem rémlik. Vannak ilyenek is, most meghalunk le. Úristen, de mi ez a darálás? Azért azt el kell ismerni, hogy elég király. Oké, megöltük a kezdetet. Úristen, srácok. Mi volt ez a dara? A csill elütött, jól láttam? Ez nagyon durva volt, srácok. Jaj, már megint. Jó, most biztos, hogy meghalunk. Kivéve, hogyha használom ezt. Na, de így is meghalunk. Igen, semmi baj. Csak szeretem így rásolni, annyira, vagy találni, mert annyira jó satisfying történet. Gyorsan-gyorsan ezt is így áll, Zabi. Lehet, hogy ezek a nehézségi szín növekedése miatt nagyobb eséllyel spawnolnak most. Jaj, már megint meghalok. Jó, ezt nem csinálhatjuk tovább, mert ennek így nem sok értelme van. De olyan feljelzés. Megint el fog ütni a csille. Merre megyek? Erre. Jó, na mindegy. Szóval most már tényleg ott találkozunk, srácok. Ha, itt az első alkalom. Szó szerint 10 másodperc telt el az előző megszólalásom óta. Lehet, hogy nem is vágtam ki, nem tudom. Szóval ebből kell találnunk egy másik helyszínt. Úristen, de imádom ezt. Aj, de gyönyörű volt. Jaj, ne is, megint van egy. Tudjátok, ilyenkor az van, hogy egyszerre, ha lepattan a célpontról a nyíl, akkor öt irányba indul el. Van egy ilyen speciális képessége ennek a nyílnak. És hogyha ezt kombózod a tűzjátékkal, akkor az összes újonnan kialakuló nyíl, tehát mind az öt. Úristen! Mind az öt meg fogja kapni ezt. Nem! Én nagyon merész játékot játszok itt az utolsó életemmel. De az a szörnyűdíző a lehető legrosszabb helyen van. Ó, de jó lett volna, hogyha megint beadja azt a... ...törnyi a veszőt. Gyerünk! Nem! Ahoj! Miért csinálom ezt magammal? De komolyan! Miért nem megyek vissza is? Várom meg és okosan csinálom. Miért rásolok be folyton a közepébe? Már rég kész lehetnék ezzel a pályával, hogyha nem szivatnám magamat. Áj, srácok. Mikor fogok én aludni? Ó, ez növeli a... És ez még jobb is. Ez növeli a közelharci támadási sebességet. Ami nekem ez a fegyverhez nagyon jó. Igen. Meglepetés. Igen. Protection. Hát ez nem egy annyira erős dolog. Bár itt azt írja, hogy powerful, de mínusz 6%. Hát ez nem sok. Na jó, mindenesetre ez a armor, ez még inkább növeli a támadási sebességünket, ami ezzel a fegyverrel nagyon durva. Próbáljuk ki. Aha, igen. Érződik. Nagyon durván érződik.
Jó isten! Le se tudja követni a játék lassan, hogy milyen gyorsan támadok. Ez nagyon király. És ugye van még az a bónusz effekt, hogy a... Ha megölök egy mobot, akkor 10% eséllyel 50%-kal nő meg a támadási sebesség, tehát ez így együtt nagyon OP. Redstone Golem itt. Mi az isten? De ezen... Ez csak a pálya végén kéne, hogy legyen. Jó, itt hagyjuk. Én így szoktam csinálni, itt hagyjuk, srácok, nem érdekel. Úristen! Ezt a varázslót kéne megölni, mert akkor megszűnik a kapcsolat. Ajaj! Közben rájöttem itt a játékban már nem tudom hány órával később, mármint mióta legelőször elkezdtem játszani az egész játékkal, hogy le lehet lenyomva lehet tartani az egeret, és akkor nem kell spamelni, és nem kap görcsöt az ujjam. Ez jó, hogy nagyjából 20 óra játék után megtudom. Nem lát senki. Oké. Okay. Jézusom! Majd jó lett volna, hogyha meg sokszor hozza. Itt még szörnyidéző is van, plusz Enderman. Kapja mindenki, most én is kaptam. Nem baj, de itt muszáj belásolni, mert különben folyamatosan spawnolni fogja a mobokat. Jó. Rapid crossbow. Csak kíváncsiságban, mert tudom, hogy nagyon keveset sebez. De ez milyen gyors. Nyugi. Na várjál, mit lehet erre rakni? Fuse shotot, az nagyon OP. Az erre a fegyverre nagyon OP lenne. Az nagyon OP lenne. Ez is OP, főleg ez. Ez is nagyon OP, ez a kettő együtt nagyon OP. Csak az le kéne pontani. Hát mondjuk ezt. Igen, és akkor adok neki egy ilyet. Meg egy ilyet. Meg egy ilyet. Na ez az OPI. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Még tűzjátékot is adok neki. Jaj! Vaj, de szép volt! Na jó, ez a felszerelés, ami most nekem van, a közel és a távol harci fegyverrel, ez olyan szinten OP, hogy bele őrülök. Figyeld meg, hogy darál. Még néha még robban is. Jó, ez nagyon király. Csak nagyon gyorsan viszi el a nyilvesztőimet, de szerencsére most nagyon sok van. Ha, és akkor ez a második helység, ahol vannak falusiak. Előbb azon kéne tisztítani a terepet. És kapom a lelkeket is ezerrel, mert ugye darálom le a mobokat. Úgyhogy a lélekkel működő képes... Csak így lassabbak, hogy nyilvesszük egy kicsit. A lélekkel működő képességek is nagyon jól mennek. Hát ez nagyon beteg. Imádom. Még jó, hogy kipróbáltam. Jó. Szintlépés is közben. Hát nyilván úgy kapom az XP-t, mint a... annak rendje. Oké. Okay. Jó, mostantól a bal kezemen, vagy a bal kezem ujjai csak a kettes és az E billentyű lesznek, mert mindkettő healing képesség. Jó, hogy egyszerre nyomja be őket, mert ez elég nagy pazarlás lenne. Nagyon kapja, itt le lehet menni? Nem.
Jó. Kapta. Ilyen. Jó. Nem tudom, hogy ez számít-e, hogy mikor rakja le a falusiakat. Hogy jutok el? Ja, itt voltam az előbb. De minden esetre felszabadítjuk őket. Szívesen, barátom. Jó, és még egy van. Ő. Jó. Oké. És akkor... Elvileg itt a kiárat előtt... Ajja, most ez kinyílt. Ó, a fenébe így bejönnek a mobok. Ez nem az? Valahol itt az egyik sarokban kell lennie annak, amit mi keresünk. Elvileg közel a kiárathoz kéne lennie itt valaminek. Aha, itt volt. És ez nyílt ki. Oké, nagyon király. Jó, és akkor megvan ez a rúna is, úgyhogy ezt a pályát is itt hagyhatjuk. Hello. Na, és akkor amíg visszatöltődünk, addig elmondhatom, hogy a következő a sivatagi templomban lesz. Aha, jó. Elvileg az se a boss fight után van. Ugye ott volt a Nameless van, ami egy elég OP boss fight volt. Nem ott lesz a runa, hanem előtte. Viszont azt már csak holnap fogom megnézni, mert... Hát már nagyon fáradt vagyok, de egy videóba fogom összevágni őket, úgyhogy nektek ez nem jelent különbséget, csak egy vágást. Még gyorsan megnézzük itt a rúnát, és akkor a következőkben pedig a sivatagi templommal folytatjuk. Ez nem tudom, mi itt a szőnyegem. Aha, itt valamelyiket megkaptuk most, és akkor még hiányzik 1, 2, 3, 4. Ha jól láttam? Igen, 4 darab hiányzik. Jó. Még annyit akarok megnézni, hogy az inventorimban van-e bármi érdekes. Hát ezt még megtartjuk. Hát ez semmiféleképpen sem. Max az enchantok miatt lehetett volna, de... Annyira nem fontos. Hát... Szerintem már ez se fog kelleni. Sőt, lehet, hogy ez sem. És akkor tudnék még mást is enchantolni. Ez fog kelleni nekem? Szerintem nem, mert ez a daráló, ez nagyon durva. Szóval megválunk ettől a nagyon szeretett Claymore-tól. Mert annyira nem szerettem, mert nagyon lassú volt. Igen. És akkor miket tudok még enchantolni? Még az íra tudom ezeket fejleszteni. Erre mit lehet rakni? Ja, erre ilyen nem túl jókat. Akkor a páncélt azt hagyjuk is szerintem. Inkább ezeket kéne fejleszteni. Oh, yes, ez muszáj. 19 enchant pontom volt, te jó Isten. Ez a rampaging, ugye ez az, ami 10% eséllyel növeli a támadási sebességet 50%-kal, és ez most már 15 másodpercig fog tartani, tehát ez nagyon OP lesz ez a fegyver. És még... elvileg ilyet is tudok. Úristen. Ez a best, ez a fegyver, srácok. Best EU. Még annyi, hogy esetleg ezt is. Nem. Úristen, és már csak ezt kéne kimaxolni, és olyan OP leszek, hogy a tükörben is megérek magamtól. Nagyon durva. Nagyon durva. Most jut eszembe egyébként, hogy holnap, mármint az én
időm szerinti holnap, nem nektek, mert ti ezt hetekkel később fogjátok látni. Nekem viszont holnap jelenik meg a DLC is a játékhoz, úgyhogy még arról is kell videót felvennem holnap. Úristen! Egy gornyi is durability. Na jó, ja, még ezt akartam megnézni. Bocsánat. Jó, hát nem tudom, hogy itt kapok. Uha, a gombát kérem. Nem ezt, a gombát. Ne! Harvester, ez micsoda? Ez 14-től 350 artifact damage. Robbanó lelkeket lő ki. Ezt most nem tudjuk kipróbálni, de... ehelyett berakhatjuk. Jó, igazából én... Igazából én a gombát szeretném megkapni, de azt most nyilván nem fogom megkapni. Mert tudjátok, az az, ami megnöveli a támadási sebességet, és én nem tudom elképzelni, hogy ennél hogy lehet még gyorsabban támadni. Tehát... nagyon durva. Én nem tudom, hogyha megkapom azt a gombát, akkor szerintem folyni fog a damage. Tehát nem ilyen tek-tek-tek-tek, mintha ilyen gyorsan csepegne a csapból, nem. Folyni fog a damage. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Minden esetre, akkor, hát most ez is furán fog nekem hangzani, nektek annyira nem. Folytassuk a sivatagi templommal. Na jó, most azok, akkor folytassuk. Az a helyzet, hogy ugye most már másnap van, ahogy mondtam, és megjelent a DLC, és elvileg bekerült egy ingyenes frissítés is, ami egy új pályát is hozzáadott a játékhoz, mégpedig ezt itt. Ez egy secret mission, mégpedig... egy ilyen lower temple, tehát egy ilyen alsó templom. Ehhez a sivatagi templomban kell megtalálnunk egy titkos területet, ami egyébként pont kapura is jön, mert pont oda megyünk, hogy megkeressük a következő rúnát, illetve ezt meg akartam mutatni nektek. Ezt hogy kell itt bezárni? Várjál, pillanat. Várjál, ne nézzetek még, vagy nem tudom, hogy kell ezt itt. Na végre, úristen. Szóval, itt lesznek a DLC-k, yes! Itt, ha jól látom, két pálya lesz, igen. És itt lesz majd a későbbi DLC, ugye erről is tudtunk már, mert voltak leakek. Úristen, és elvileg a harmadik DLC tényleg egy Nether DLC lesz, és azért van ott a portál itt a kis táborunkban. Na jó, akkor... hát majd lehet, hogy én itt egyébként végigmegyek megint rajta, mert egy maximalista állat vagyok. De a lényeg az, hogy hát akkor most két céllal is megyünk a sivatagi templomba. 45-ös szint kell ide? Ó, ne szórakozzunk. Azt én hogy szerzek 45-ös power szintet? Ó, ne szórakozzatok már, hogy meg fognak alázni. Na mindegy, nézzük meg, hát nem tudok mit csinálni. Aszta. De én nem tudom, hogy tudnék fejlődni. Na mindegy. Lehet, hogy a... de nem. Na mindegy. A lényeg, hogy akkor is most keresünk egy titkos területet. Illetve... egy rúnát is. Most a rúnát azt gyorsan megnézem, hogy hol találom meg. Mert... igen, annál a területnél... ahol meg kell találnom az arany kulcsgólemet. Jó. Titkos területből 4 is van, és hát nem területből, de titkos dologból. Úgyhogy az egyik biztos, hogy az lesz, amit keresünk. Úgyhogy innen most addig nem megyek el, akkor lehet, hogy végig kell csinálnom megint az egész pályát. De muszáj. Muszáj végig csinálnom, srácok. Mert nekem kell az a másik terület is, az a Lower Temple. Na nézzük. Aha, darálni még tudok. De azért ők is most már aláznak elég durván. Miért nem tudok healelni a kettes képességgel?
ez egy kicsit durvább így, srácok. Assza! Aha, ez így működik. Jó, csak kipróbáltam, ugye ez a hármas képességünk. Ó, persze! De miért nem tudom használni a kettes képességet? Nincs hozzá elég... lelkem? Ez tényleg nem működik. Aj, de szép ez a hármas képesség, ez nagyon tetszik. Ez nagyon OP. Még nem haltál meg, vagy ez egy másik? Szerintem még nem halt meg. Jó, most már viszont meghalt. Oké, okay. Jó, és akkor meg kell találnunk az aranykulcsot, és akkor elvileg itt lesz maga a rúna. De akkor még utána nem lépünk ki. Nézzük csak. Aha. Itt van az aranykulcs. És elvileg itt kéne lenni a rúnának valahol, mindjárt megnézzük. Ha most rajta van a rampaging. Valahol itt kell lennie, valamelyik helyiségben. Alukáját csak nyugodtan, nem bántalak egyenlőre. De mindjárt foglak. És ezt nem is tudom addig kinyitni. Még itt át tudok menni. Előbb muszáj a runát megtalálnom. Hol lehet ez a runa? Aha! Jól elrejtették. És ez itt kinyílt. Oké. Okay. Következő rúna. Aha. És itt is van. Ja, megvan a rúna, viszont akkor ugye most nem lépünk ki, mert van itt egy titkos terület, amit nem tudom, hogy hogy kell feloldani. Mindjárt megnézzük. Na, és akkor elvileg itt ugye volt egy titkos terület, ahol már jártunk korábban. Viszont most itt más kell csinálni. Ugyanis vannak itt elvileg ilyen oszlopok. Amiket meg kell találni. Aha, itt van az egyik. Itt a következő kapcsoló. Au! Ó! Ezt nem úsztam meg. Jó. Aha, és itt ki is nyílt. Aha, itt van. Yes! Lower Temple. Hú, nagyon jó. És akkor elvileg most már kiléphetek a pályáról, ugye úgy csináltam máskor is, és meg feloldódik így a pálya. Úgyhogy elvileg itt kész vagyunk, a runát is megtaláltuk, mindent. Úgyhogy igen, vissza a táborba. Fú, de nem számítottam, hogy itt lesz egy, még egy ilyen titkos pálya. Na nézzük csak meg. Aha, itt van, Lower Temple. Ez már 51-es nehézségű, hát hagyjatok már. Jó, ez egy másik videó lesz mindenféleképpen. Úgy terveztem, hogy... hát akkor most egy kicsit vele zavartak itt a felvételi tervezetembe, mert nekem most az lett volna tervem, hogy felveszem ezt egy videónak a rúnavadászatot, a következő részben megnézzük a titkos pályát, és utána elkezdjük a DLC-t, viszont akkor most megint várnom kell egyet, mert meg kell néznünk ezt a titkos pályát is. Úgyhogy az lesz, hogy... hát igen, mert ez így furán jön ki, mert ugye mindig úgy csináltam, hogy megcsináltam a főpályát, utána a következő részben a hozzátartozót. Csak ugye ezt már nem tudjuk most megtenni, mert már a sivatagi templomos videót rég feltöltöttem, és nem tudom hozzárakni ezt. Úgyhogy ez most egy kicsit furán jön ki, na mindegy, ez az én gondom. A következő rúnát keressük egyébként, megnézzük közben a templomban, amíg én megkeresem, hogy hol a következő rúna, azt mondjátok? Jó, akkor legyen így. Csak közben több helyre is kell figyelnem. A következő a Fiery Forge-ban lesz egyébként. A Fiery Forge pályán. Oké,
Ó, oh, közel van a pálya elejéhez, az tök jó, akkor nem kell annyi sok időt eltölteni ott. Igen. Ó, oh, de gyönyörű, már csak három rúna kell, srácok. Nagyon király. Jó, akkor a pálya elején van egy redstone golem közelében. Úgyhogy akkor nem is kell visszamennem. Fiery Forge. De már ez is 45-ös szintű, még az előző is olyan volt szerintem. Nekem pedig nincsenek jobb cuccaim, ugye? Ja, nem nagyon. Még annyit tudok csinálni, hogy veszek valamit a kereskedőktől, de szerintem... Hát csak egyet tudok venni, és szerintem... Az erekéje... Árustól nem is tudok venni semmit, mert nagyon nincs elég smaragdom. De szerintem nem fognak adni semmi jót. Pedig jó lenne. Ó, de tudok venni. Hát még erekékből rosszabbul állunk, mert látjátok, itt a cuccaim azok mind 40-es szintűek, kivéve az íjam. Az ereké, hát még itt is van egy. Mindegy, erekét kéne. Azt a gombát szeretném megkapni. Hát nyilván nem azt kaptam, viszont a beaconnek egy 41-es változatát. Ami már 711 damage-et küld ki, 443 helyett. Úgyhogy ezt köszönjük szépen. És szerintem most átmegyünk full offenzívbe. Tehát levesszük a defenzív képességeket, mert ez nekem most annyira nem jött be. Ezt lebonthatjuk. Hát... Ezt is. Oké. Okay. Ezek most így nagyon tetszenek nekem. Jó, és akkor a következő, akkor a Fiery Forge. Jó, elvileg a pálya elején van valahol a kapcsoló, úgyhogy csak egy földön fekvő gólemet kell találnunk elvileg. Ha itt van, ott a kapcsoló. Ez nyílik. Milyen kicsi kis bejárat. Jó, megvan, és ennek még milyen nagy itt a bejárata. Csak ennyiért jöttünk, úgyhogy ezt így szépen el is kérném. Nagyon jó, nagyon örülök. Rúna, rúna, rúna. Egyébként érdekes, hogy a Minecraft Story módban is voltak rúnák, bár annyira nem volt fontos szerepük, mint itt. Még itt sincs annyira, csak akkor, hogyha szeretnéd, hogy legyen. Akkor elvettük, mert miután beszéltem, és nem akarom itt hagyni. Igen. Szóval érdekes, hogy a story módban is, és ebben a dungeonsben is van szerepük a rúnáknak, de az alap Minecraftban nincs. Annyi, hogy hasonlítanak az enchanting table-ben látható szimbólumokra, de azon kívül nincs. Na mindegy, a lényeg, hogy megvagyunk ezzel is. Egyébként arra gondoltam, hogy majd videón kívül, hogyha nagyon unatkoznék, akkor meg tudom csinálni ezeket a pályákat, hogy újra kimaxolni, csak most már ugye adventure módon. Na, a lényeg az, hogy megvan a következő rúna is, senki nem járkál itt ennyit, mint én. És közben akkor megnézzük, hogy hol a következő. A High Block Halls pályán lesz a következő. Ez már csak kettő kell. Ez már 51-es. Ú, na jó, ide azért kellene valami, nem? Hát, próbáljuk meg, de ez így kész öngyilkosság. Csak mondom. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt a rúnát egy nagy nyílt területen fogjuk megtalálni, a... tudjátok, azon a piac területen. A jobb felső területen fogjuk megtalálni. Na jó, srácok, hát folytassuk a High Block Halls-szal, egy kicsit farmoltam, elég durván, ugyanis most már ilyen király cuccaim vannak. Gyorsan végigviszem rajtuk az egeret. Igen, ezeket pedig ismeritek. Hát elég durván nézek ki, és már 49-es szinten vagyok mindkét szempontból. Valamint itt a fő szinteket megcsináltam, tehát a Creeper Woods, a mocsár azt hiszem az megvolt, Pumpkin Pastures, Cactus Canyon, Redstone bányák, Fiery Forge, Sivatagi templom, és akkor most jön a High Block Halls, ugye itt van az utolsó előtti rúna, amit eddig nem tudtam megcsinálni, szerintem azt nem is vágtam be, mert kész szenvedés volt. De most már értem, hogy miért, mert eléggé... le voltam maradva szintekben. Szóval itt a piac téren fogjuk megtalálni a dolgokat, mondjuk ez most már megint erősebb, mint ahogy én vagyok. Nem úgy, mint a sivatagi templom, ami azért alacsonyabb szintű volt. 51-es. Hát próbáljuk meg. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. A lényeg az, hogy a piac téren fogjuk megtalálni, és majd hogyha odérünk, akkor még egyszer megnézem, hogy azon belül hol. De
Szerintem, hát valahogy mennie kéne. Oké. Okay. Na jó, viszont az eléggé bent van a pálya közepén nagyjából az a piacos terület, úgyhogy ott találkozunk, srácok. Na itt is vagyok, srácok, piac téren. Igen. Ha itt van egy aranykulcs, de szerintem ez nekem nem fog kelleni. Na és akkor itt ott úgy van, hogy a jobb felső sarokban, közben nem is figyelek. Igen, és egy olyan házat kell keresnünk, amire a tetejére rá lehet menni. Szerintem arra emlékszek, arra lesz, igen, hát nyilván a jobb felső sarokban. Ugye akkor még nem lehetett ott csinálni semmit, mert alap nehézségen voltunk. Na, a lényeg az, hogy akkor most már itt vagyunk a közelben. Csak át kell verekednünk magunkat ezen a temértek sok mobon. Dara. Jó. Mindjárt ott leszek, srácok, egy pillanat, csak kicsit elsokasodtak itt a mobok. Ragadtam, azaz. Szerintem ez az a ház, igen, mert oda fel lehet menni. Szóval itt lesz valahol. Hoppá. Nem találom a lépcsőt. Ha, itt van. Ha, az ott ki is nyílt, úgyhogy szerintem menjünk is be. Ne húzzuk az időt. Ah, végre. Hú. Már napok óta veszem ezt a videót, csak úgy mellékesen megemlíteném. És akkor nem is, hát még lehet, hogy végig megyek, hát ha meg tudom csinálni ezt a pályát is, viszont ezt már ugye nyilván nem fogom videóban bemutatni. Jó. Nem mindegy, a lényeg az, hogy megvan ez is, úgyhogy mindjárt jelentkezek. Ó, nézzétek már, mik vannak itt ilyen szakács vindikátorok. Amikor múltkor itt jártunk és le kellett pusztítanunk az ebédlőasztalokat, akkor nem voltak itt ilyenek. Hát, milyen viccesek. Gondoltam, megmutatom nektek, hogy ilyenek is vannak ebben a játékban, mert eddig ilyenekkel nem találkoztam. Hát pedig majdnem meg volt az is, de hát mindegy. Hagyjuk. Na jó, hát nem sokon múlt egyébként, de meghaltam. A következő és egyben az utolsó az Obsidian Pinnacle pályán lesz, nyilván. És ugye tudjuk, hogy hol, mert azt nekem múltkor elég gyanús volt, a könyvtárban. A pálya második felében lesz. Tehát át kell berekednünk rajta magunkat. Na itt is vagyunk ebben a helységben, srácok. Ide jöttünk. Persze, csak kitakarítok itt, és ott lesz majd a könyv, amit ki kell húznunk a könyves polcból. Na nézzük. Aha, igen. Yes. Uha, na várjál. Két elképesztően királyládát is kapunk. Rengeteg smaragdok, úristen. Aha, még erőeffektet is. Na jó. Itt még lesz valami, mert ez az utolsó rúna. Szerintem. Mert nem mentünk át arra a ködös helyre. Vagy mégis ennyi volt? Tudjátok, van az a nagy lila terület, oda nem vitt most át. Na jó, akkor elvileg ez megvan. Igen. Jó, akkor ha én most kilépek, akkor elvileg meg lesz az utolsó rúna, srácok. Úristen, hát ez aztán olyan grind volt, hogy valami hihetetlen. Na nézzük. Kíváncsi vagyok, hát csak megvan az összes. Jó kis orgona. Nézzük. Ó, ide gyönyörű! Yes!
Igen. Na jó, most srácok, hát innen fogjuk folytatni. Tudom, igen, erre várt mindenki, én is, én vártam rá a legjobban. De innen fogjuk folytatni a következő részben, amikor is megnézzük ezt a bizonyos pályát. Hú. Hát igen, jó kis kihívás volt megszerezni ezeket a rúnákat. És örülök egyébként, hogy nem csak annyiból állt a nehézségváltás, hogy nehezebbek lesznek a mobok, meg jobb cuccokat kapsz. De egyébként ugyanaz a játék. Nem. Hanem berakták ezeket a rúnás dolgokat, meg ezt a titkos pályát, úgyhogy ennek örülök, hogy ezt így oldották meg. Mindenesetre innen fogjuk folytatni a következő részben. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!